A freestyle azért jó, mert bárhol lehet csinálni, tehát nem kell hozzá feltétlenül focipálya, mint például kaprórugást gyakorolni, vagy bármi más, itt elég hozzá egy labda, és ezt bárhol otthon a szobában. Én ezt kiegészítő sportágnak használtam egyúttal azért, mert fejleszti a labdaérzékemet, másik pedig élvezem. Én már gyerekkoromban is foglalkoztam a trükkökkel, tehát én akkor is már úgy mentem suliba sokszor, hogy dekázgattunk közben. 10 éves koromban megállt a fejemen a labda, lefeküdtem és lerúgták a csapattársaim. Tehát én mindig foglalkoztam ezekkel a trükkökkel, nyilván nem olyan szinten, nem próbáltam ki annyi dolgot, nem jöttem rá arra, hogy 1-2 óra gyakorlás, az milyen fárasztó is tud lenni ebbe is, nem csak a focipályán. Kovács Péter, freestyle világbajnok. Vagyis Petike, a freestyle világbajnok. Hiszen így ismerik őt labdazsonglőrök és rajongók, kis hazánkban is szerte a világon. Az idei év hozta meg neki az áttörést, amikor is Abu Dhabiban világbajnokságot nyert a nagy rivális, Seant legyőzve a döntőben. Illet Petike a világon a legjobb freestyler. Eddig még nem jött ki úgy a lépés, hogy sikerüljön egy nagyobb dobást elérni, és most sok gyakorlás után, és tényleg az, hogy napi 5-6 óra, kijött a lépés jól. Napi 5-6 óra? Úgy néz ki a gyakorlás, hogy az első órában próbálom az alapdolgokat szinten tartani, majd utána igen, a saját dolgaimat próbálom gyakorolni, egyedi dolgokat kitalálni. Egyébként honnan jött a Rudolf Gerivel a barátság, hogy honnan találtatok, vagy ki, hogy most együtt csináltok egy videót? Alapból ugye ő rakamazi származásain Tokai, ami 3 kilométerre van egymástól, de nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy lekerültem Telkibe a szponzor segítségével, ott voltam fellépni egy sajtótájékoztatón, és akkor ott volt Geri, és én ott voltam velük majdnem egy hetet, és ott én lent gyakoroltam a tornateremben, és ő volt az egyetlen, aki beállt oda mellém, és lejött gyakorolni, megmutatta, hogy ő milyen trükköket tud csinálni, és utána kialakult a barátság. Tehát most már egy baráti viszonyról van szó. Igen, ügyes. Tehát ő sokat is foglalkozik vele. Ő az, aki gyakorol edzés után, otthon. Tehát ő tényleg érdekli a sport. Én is ismertem trükköket, amiket megtanultam és begyakoroltam az évek folyamán, aztán a Peti is mutatott pár dolgot, amit belevittünk ebbe a videóba. Úgyhogy ez igazából a mi szórakoztatásunkra készült ez a videó. Kíváncsiak voltunk, hogy együtt milyen és hogy néz ez ki az egész. Az egész videónak az volt a lényege, hogy egy kicsit összefonódjon a nevünk. Egy-két helyre elmentünk a médiában pont ezért. És nekünk a közeljövőben a tervünk az, hogy együtt egy focisulit fogunk indítani. Nem egy freestyle focisulit, hanem egy normális focisulit, amelyben kiegészítő képzés, ahogy te fogalmaztál, lesz a freestyle. Egy energiaitalgyártó cég csinálja ugye a brékeseknek a világbajnokságot, és nálunk is ők csinálják a másik világbajnokságot, tehát azért a szabályok 90%-át a brékesektől vettük át, ugyanaz a párbaj szellem van, 30-30 másodpercenként mi cseréljük a labdát, nyilván ők a szinteret cserélik, de lényegében ugyanaz. Ugye, ahogy párbajoztok, van egyfajta ilyen barátság vagy összetartás a két párbajozó között, ugyanakkor valamit számoltok is mindig. Igen, ez úgy néz ki, ugye, hogyha lemegy a 3 perc, onnantól kezdve barát, abban az időben viszont azt kell megmutatni, hogy én miben vagyok jobb. Ez egy nagy taktika, tehát itt nagyon oda kell figyelni, hogy az ellenfél mit csinál. Itt többféle taktikát is lehet alkalmazni. Egy az, hogy megpróbálom ugyanazt csinálni, mint ő, csak sokkal többet, és sokkal nehezebbet, és így lefölözni. Vagy van az a verzió, amikor teljesen másnak összehasonlíthatatlan, és akkor majd a zsűri eldönti, hogy melyik volt szimpatikusabb. Én ezt úgy csináltam, hogy a verseny alatt ugye 30 másodpercet van egy embernél a labda, és utána ez a 30 másodperc ismétlődik még 3-szor, így jön ki a 3 perc. És én mindig megtanultam 30 másodperces blokkokat otthon, 10-15 begyakorolt blokkon volt, és próbáltam azokat a blokkokat elővenni, amik egy ember ellen, egy-egy versenyző ellen sokkal sikeresebbek lehettek. A számolás az arra vonatkozik, hogy azt a trükköt már a verseny folyamán többször megcsinálta. Tehát nincs meg az a kreativitás, nincs az az újdonság, hanem egy biztos rutint próbál folyamatosan alkalmazni. Ahol ezt a legjobban lehetett látni, az pont a döntő volt. Ott viszont érzékeltő volt kettőtök között valami feszültség, tehát ott nem az volt, hogy a téren a két freestyle srác dekázgat. A kettőnk párbaja az mindig másról szól, nem csak arról, hogy ő van ellenem, mert ott két külön stílus találkozik. És én azt a stílust képviselem, aki a focilabdával a foci trükköket próbálja megragadni, és a nehezebb technikai elemeket próbálja csinálni. Ő viszont az inkább a show elemeket, breakes trükköket, táncos mutatványokat próbálja alkalmazni. Úgyhogy az mindig egy kicsit másról is szól. Itt a freestyle világ
szétosztásáról volt egy kicsit szó. Mi olyanok vagyunk, mint a box, tehát azért több világszervezet csinál világbajnokságot, és ugye ő az egyiket nyerte, én a másikat. Amit ő nyert, az pont az energia, itt a forgalmazó cég szponzorálásában elkészült verseny, és ők inkább arra hajaznak, hogy a brékesek után a táncos mutatványok, és akár a kézzel való labda érintés sem számít hibának. Ez, amit én nyertem, ez inkább a sportra megy rá. Én azzal a céllal mentem ki, hogy legyek benne az első hatba, majd utána de jó lenne az első háromban benne lenni, és akkor bejutottam a döntőbe, úgy voltam vele, hogy innentől tényleg nem érdekel. Nyilván akkor van a legnagyobb felelősség, és az a legrosszabb, de talán életemben először úgy mentem fel a versenyre, hogy nem izgultam. Tehát a döntőbe eljutottam oda, hogy nem izgulok. Feszültség volt bennem, de izgulni nem izgultam, és tudtam azt, hogy én csinálom, amit csinálok, ha összejön, akkor jó, ha nem, nem. Úgyhogy annyira nem volt bennem izgulás, úgy voltam vele, hogy nagyon elégedetten jövök haza, hogyha második is leszek, de azért éreztem azt, hogy jó kört csináltam, nem volt hibám, ugye neki volt 3-4 hibája is, nem volt annyira biztos, nem volt olyan koordinált a mozgása, úgyhogy azért bíztam benne, hogy az én kezem lendül a magasba. Ha te nem nyersz világbajnokságot, akkor is meg tudsz élni ebből a dologból? Hogyha őszintén és teljes odaadással válaszolnék a kérdésedre, akkor azt mondanám, hogy ezt a világbajnokságot nem nyerem meg, akkor valószínűleg én már külföldi lakos lennék. Nagyon sok freestyler szokott kalapozni. Ez a kalapozás nálunk nem úgy néz ki, mint a kódolás. Leraksz egy kalapot és gyakorolsz az utcán zenére megkomponálva. Ez egy külön műfaj, és nagyon sok freestyler él ebből. És mikor azt mondom, hogy Londonban egy nap 200-300 fontot lehet ezzel összekalapozni, tehát azért odakint teljesen más az, ahogy megél egy freestyler, mint itthon. A sportunknak két része van, és ezt nagyon el kell tudni különíteni. Az egyik része az a sport, ami világbajnokságokról szól, versenyekről szól, állandó gyakorlásról, tréningről szól. A másik viszont a fellépés és a show, és az egyik csak hozni tudja a másikat. Tehát, hogyha én nem leszek világbajnok, nem lesz annyi fellépésem, ami utána eltart, amiből meg tudok élni, nem tudom megmutatni annyi ember előtt a tudásomat. Freestyle.